kritikusai az 1970-es évektől kezdve szóltak az e-rajzi struktúrákban mindinkább jelentkező absztrakcióról. Felfigyeltek különös mitikus ábrázolásaira, amelyek hol olyan címerszerűen elvontak voltak, mint napjaink nevezetes kétfarkú kutyái, hol pedig szobrai és rajzai megelevenedett csavarkulcsokra és fenyegető gépekre emlékeztették a szemlélőket. Minden esetre rajz és szín, szín és domborulat úgy váltak bennük egymástól elválaszthatatlanná, mint a neolitikori ősember barlangrajzaiban, amit Gádor Magda bevon színes pókhálóival, az úgy az ő világának részévé válik, ahogyan az ősi vadász rátette kezét a barlang falának állataira, és festékkel, amelyet szájába vett, körbefújta a nyitott kézfejet. Mindegy, hogy síkról van-e szó, vagy térbeli formáról. Betoncipóról, kavicsról, síkfelületről és benne emelkedő geometrikus formáról az anyag sem számít. Mindez csak volt. Mostantól már egy másik világnak a része, amelynek egyszerre aggasztó és reményt keltő sejtelméről szintén a régi emlékezés szól, visszaemlékezve arra, hogy esetleg minden üres fázában előfordulhat egy gyerek. Ez a lehetőség vagy várakozás ma Gádor Magda 95 éves korában sem szűnt meg. A meghívó füzetbe írott versikék egyike is erről szól. A szoborban titok van, ha kutatod, elillan. És ugyanitt, bajok jönnek sorjába, ezek ellen nem harcolok. Bajok ellen rajzolok, rajzolok, rajzolok és rajzolok. Manyika, rajzoljon még soká, Isten éltesse sokáig.